Egy szekszárdi játszótéren találkoztak Tolna megye német nemzetiségi táncsoportjai. Élőzenére minden együttes a saját településére jellemző koreográfiát mutatott be. Voltak, akik több évtizedes lépésekkel készültek. Mi a németkéri német nemzetiségi táncsoport vagyunk, mi egy németkéri mazurkát hoztunk a mai napra. Ugye a felkérés úgy szólt, hogy egy németkéri autentikus, egy ősi eredetű táncot hozzunk, ez az úgynevezett németkéri mazurka, amit egyébként 1977-ben gyűjtöttek Németkéren, egészen pontosan Kurt Péterman, aki a Lipcsei Táncarchívumba ezt dokumentálta. A német táncsoportok tagjai nem csak egymás, de a többiek által járt táncokat is régóta ismerik. A mostani találkozó inkább a közönségnek szóló bemutató volt. Mindig nagy hangsúlyt kap az eredeti gyűjtések, ugye amit a Kárhorák megtett annó valamikor még. Nagyon sok anyag nincs itthon Magyarországon, viszont ugye úgy, ahogy a 60-as évektől, 70-es évek elejétől már ugye elkezdődött a német néptánc ugye Magyarországon, mert hát a magyarok azért kicsit előbb kezdtek. A cél, hogy a jövőben több a mostanihoz hasonló tánctalálkozót szervezzenek a német nemzetiségi csoportok.